harmadával csökkent a regisztrált bűncselekmények száma 2016-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tavaly kevesebb rablás, lopás és lakásbetörés történt a megyében, azonban emelkedett az emberölések és a személyi sérüléssel végződött közúti balesetek száma, évet értékelt a megyei rendőrfőkapitányság. Szinte valamennyi bűncselekmény típusban csökkenés volt 2016-ban. Az előző évhez képest kevesebb rablás történt, ezáltal az országos listán is jóval lejjebb került a megye. A lopások tekintetében évről évre megfigyelhető a csökkenés. Kevesebb volt a lakásbetörés is, a közterületeken pedig a folyamatos rendőri jelenlét megelőzte a bűncselekményeket. Az esetszámok csökkenése a lakosság szubjektív biztonságérzetét növelte. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a regisztrált bűncselekmények számában és a nyomozási eredményességi mutatóban is javított, hangzott el az évértékelőn. A nyomozási eredményesség azt méri, mennyi ügyet tudtak váddal befejezni. Amiben viszont némi emelkedés volt tapasztalható, mintegy 6%-kal nőtt a személyi sérüléses közúti balesetek száma 2015-ben 28-an, 2016-ban pedig 30-an haltak meg a megye útjain. Így az elmúlt évekhez képest nem javult a statisztika. Dr. Farkas József dandártábornok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye főkapitánya a vendégünk. Jó estét kívánok! Köszönöm, jó estét kívánok mindenkinek! Nézzünk egy kicsit az adatok mögé. Örvendetesen ugye szinte minden bűncselekmény nemben csökkent a bűncselekmények száma. Vajon minek köszönhető ez az eredmény? Én azt gondolom, hogy a bűnözés társadalmi jelenség, és nyilvánvalóan a társadalmi kihívásoknak kell megfelelni. Munkatársaim nagyon lelkiismeretes munkával igyekeztek dolgozni az egész év folyamán. Természetesen ehhez hozzájárult az is, hogy az állománynak az átlag életkora is emelkedik folyamatosan, tehát egy szakmai rutin tudnak szerezni, és a bizonyítási eljárásokban nyugodtan mondhatom, hogy eredményt tudtunk elérni, hiszen a nyomozás eredményességi mutatónk is alapvetően javult. Természetesen, mint ahogy mondtam, társadalmi jelenségről van szó. Én azt gondolom, az elért eredményekben benne van azoknak az együttműködő partnereknek a segítsége, munkája, önkormányzatoknak, egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szervezeteknek, akiknek a hatékony közterületi jelenléte, a jelzésadás az időtényező volt, és az időtényező a mi munkánkban nagyon sokat számít. Minél hamarabb tudunk az elkövető után menni, annál nagyobb esélyünk van a felderítésre. Nyilvánvalóan a legnagyobb visszatartó erő a felderített esetek aránya, de én úgy gondolom, illetve azt látom, hogy a megyei rendőrfőkapitányság hosszú évek óta nagyon nagy hangsúlyt fektet a bűnmegelőzésre. Nagyon sok programot szerveznek ennek érdekében. Munkatársaimnak úgy szoktam mondani, a legolcsóbb megoldás, hogyha az elkövetőt tetten érjük. De van ettől még egy olcsóbb megoldás, hogyha sikerül megelőzni azt a bűncselekményt. Mint ahogy említettem, ez a közterületi jelenléttel egyértelműen elősegíthető, illetve olyan célzott programjaink vannak különböző korosztályoknak, akár fiatal iskoláskorú gyerekeknek, akár időskorúaknak is, ahol azt szeretnénk elérni, hogy ne legyenek bűncselekményeknek az áldozatai, legyen bennük kellő óvatosság, vagy ha esetleg olyan történik velük, ami nem kívánatos, ahol esetleg nyomoznunk kell, akkor pedig annyi információval rendelkezzünk, ami valóban egy eredményes nyomozással kecsegtet. Azt látom, hogy egészen különleges programokkal próbálják megtalálni azokat a csoportokat, akik veszélyeztetettek lehetnek. Tehát például a gyermekvédelembe bevont fiatalokat. Igen. Hát egy szívemcsücske programról van szó, egyáltalán a zene azt kell, hogy ne vesszünk el. Ez a projekt már akkor futott, amikor szűk 2 évvel ezelőtt én a megyében érkeztem, különböző nevelőintézményekben, ideiglenes hatállyal beutalt, illetve állami gondoskodás hatály alatt lévő gyermekeknél. Tulajdonképpen olyan tartalommal tudtuk megtölteni, és olyan technikai eszközfejlesztéssel, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak a támogatásával, ahol értéket tudnak kiadni magukból, hogy van értelme ezeknek a foglalkozásoknak, és akár hangszerekről, akár tanárokról tudtunk gondoskodni, segítve azt a kiugrási lehetőséget, azt a tartalmas időeltöltést, ahol azt hiszem, hogy a legnagyobb célja az, hogy ne szökjenek el az intézetekből, hogy ők se legyenek sértettek, és ők se kövessenek el lehetőleg bűncselekményt. Na ezek azok a szegmensek, amik azon, hogy összességében a jó szakmai munka mellett hozták azt, hogy jelentősen több mint 31,5%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. Mindemellett meg kell említeni, hogy a legsúlyosabb bűncselekményekben, az emberölésben, illetve gyilkosságban némi emelkedés tapasztalható, és a közlekedési balesetek száma sem csökkent sajnos. Hogyan kell értelmezni ezeket a számokat? A legsúlyosabb bűncselekmény nyilván az emberölés. Tehát sok mindent tudunk, de életet visszaadni nem tudunk. Ez érvényes az emberölésre, és akár a halálos kimenetelű balesetekre is.
az emberöléseknél valóban 8-ról 10-re emelkedett a bűncselekmények száma, ez konkrétan 5 befejezett emberölést, 3 kísérletet és 2 gondatlan emberölést akar. De azért szeretném leszögezni, hogy ezek a tavalyi esztendőben befejezett ügyek száma, amiben például van még 2015-ös ügy is. Azért a tavalyi év sem maradt el sajnos ilyen szomorú bűncselekmény, ilyen szomorú cselekmény nélkül. Azért gondoljunk csak bele, amikor augusztusban az 54 éves román orvos oltotta ki egy hölgynek az életét itt Nyíregyházán, illetve súlyos életveszélyes élést okozott lőfegyverrel a párjának. De akár mondhatom a tavaly Szamosáiban történt emberölést, ahol, ha jól emlékszem, május 28-án történt, hogy egy helyi 61 éves idős nőt gyilkolt meg egy helyi 41 éves férfi. És a dolognak az érdekessége az éppen az volt, hogy a bűntársát tulajdonképpen másnap tudtuk azonosítani, de akkor ő már egy másik bűncselekményben, őrizetünkben volt. Ezekben az ügyekben, ahogy szoktam fogalmazni, az objektumőrtől a főkapitányig mindenkinek menni kell jókopó módjára, és ezekben örömmel jelentetem, hogy 100%-os a felderítésünk, 100%-os az eredményességünk, ami tudomásunknak jutott bűncselekményeket érinti. Mi a helyzet a közlekedési balesetek számával? Hogyan lehet ezt valahogy kezelni, ezt a helyzetet, hogy ez a tendencia forduljon? Hát egyáltalán nem túl rózsás évet zártunk, ez az, ahol a legnagyobb hiátusunk van. Én szeretném elmondani, akkor, amikor 2-vel többen haltak meg az úton, hogyha 0-ról 1-re nőtt volna, akkor is egyel több, mint aki ahol szükség lett volna erre, vagy megtörtént volna. Sajnos minden kategóriában emelkedett a személyiséléses balesetek száma, tehát a súlyosban, a könnyűben és az elhaltak számában is balesetekben van. Ez egy 6%-os emelkedés. Nem annyira kiúró, de mindenképpen jelzésértékű, hogy változtatnunk kell. Ebben az esztendőben főként a dinamikus szabálysértők, szabályszegőknek a kiszűrésére helyezzük a hangsúlyt, és szeretném elmondani, hogy nem a büntetés a cél. A büntetés egy eszköz, hogy a célt elérjük, annak érdekében megye útjaink kevesebben sérüljenek meg. Mindenkit hazavárnak. Munkatársaimtól én is toleranciát kérek természetesen az intézkedések során, de a legnagyobb együttműködők a közlekedésben résztvevő gépjárművezetők, gyalogosok. Kellő körültekintés, óvatosság kell, hiszen nagyon sok esetben anyagi javakat lehet pótolni, de mint ahogy mondtam, emberéletet már nem. Mit tud tenni a rendőrség a közlekedési morálljavítása érdekében? Itt is azért a megelőzés, ez egy nagyon fontos terület, és hát a rendőri jelenlét, ami meg talán egy visszatartó erő lehet. Rengeteg futó baleset megelőzési programunk van, szintén különböző korosztályoknak, és hát a megyei főkapitányság balesetmegelőzési bizottsága is projektet dolgoz ki, terveket dolgoz ki, de én azt hiszem, emögé a megfelelő személyi háttér kell tenni, rendőröket, akik motiváltan a területükért dolgoznak. De ezt nem lehet csak közlekedési rendőrökre leszűkíteni, ez valamennyi közlekedésben résztvevő, és nyilvánvalóan valamennyi közterületen résztvevő rendőrnek is feladata kell, hogy legyen a 2015-es esztendőben. Célunk az, hogy ezt a növekedést, még ha szerény is volt 6%-os, megállítsuk, sőt egy kedvezőbb folyamatot tudjunk beindítani. Mennyire vonzó a rendőri pálya ma a fiatalok számára? A rendőri életpálya modell lehet-e egy húzóerő? Hát aki a rendőri pályára teszi le a voksot, én azt gondolom, hogy jól dönt. Jó magam is, 32 éve vagyok ezen a pályán, hosszú távra kiszámítható életút van az ember előtt. Tehát ne felejtsük el, hogy 2015. július 1-től épp a rendészeti pályának köszönhetően azért volt egy jelentősebb, egyösszegű béremelés, és utána éveken keresztül minden év január 1-től egy 5-5%-os emelés egészen 2019-ig. De ez csak egy szegmense. Nagyon sok munkatársam van, aki szokták mondani, hogy elsősorban nem a pénzért dolgozik, hanem ez egy életforma, ez egy nagyon izgalmas, szép szakma, rengeteg kihívással teli, de rengeteg kötöttséggel is, amit persze később, tehát olykor nehezen tudnak megszokni az emberek. De aki erre a pályára jön, szerintem jól jár, és ezúton is toborzok mindenkit. És a sikerélmény az egyik legnagyobb elismerés, az országos főkapitány elismerése mellett. És nem beszéltünk még egy dologról, a határvadászképzésről, ami új feladatként jött be most a rendőrség számára. Hát egyértelmű volt a kormányzati döntés, egyértelmű a magyar rendőrség vezetőinek az elvárása és belügyminiszteri elvárás is, hogy 3000 határvadász rendőrt kell hadrendbe állítani. Ez egy gördülő toborzás és gördülő képzés jelent. Ez azt jelenti, hogy például tavaly december 31-ig mindegy 67 helyszínen mentek a kollégáim, ahol toborzó munkát végeztek el különböző intézményekben, bevásárlóközpontokban, több mint 5700 érdeklődő volt.
és hát örömmel mondhatom, nagyon sok volt az érdeklődő is, de örömmel mondhatom, hogy közel 600-an adták be a pályázatukat. Ebből a 600 főből már tavaly novembertől gyakorlatilag 5 osztályt indítottunk, a képzésben közel 180 ember már részt vesz jelenleg is, és ha minden jól megy márciustól, épp a nyírbátori objektumunkban, ahol megfelelő feltételek adottak hozzá, további határvadászok képzésében tudjuk segíteni a készenléti rendőrség Magyarország munkáját. Főkapitány úr, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és remélem egy év múlva hasonló eredményekről tudunk beszámolni, vagy még jobbakról. Köszönöm a lehetőséget, úgy legyen.